föld kivet, árnyék követ. Elég, hallgatom már eleget, van büszkeség, és becsület még. Tolnán, a Hősök terén a Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak műsorával kezdődött az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. A diákok zenés műsorral és versekkel idézték fel az október végi eseményeket. Az előadást követően Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott beszédet. Elmondta, szinte minden családban van olyan déd vagy nagyszülő, aki érintett volt a forradalomban. Én is nagyszüleimen keresztül éltem meg annak a fájdalmait, amikor nem is volt erről szabad beszélni, hanem csak ilyen titkos suttogásként lehetett arról beszélni, hogy mi is történt 56-ban. A mostani fiataloknak a jelentős része már nem éli ezt meg, neki csak elmondások alapján, nem a szülők, illetve a nagyszülők megélése alapján van véleménye az 56-os időszakról. Horváth István szerint az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt, hiszen felébresztette a magyar népben a szabadságvágyat. 80-as évek végén valódi szabadság jött meg Magyarországra, de azért el kell mondani, hogy itt is van egy kettősség, hiszen van az országnak egy része, aki úgy gondolja, hogy a magyar embereknek saját kezébe kell venni a sorsát, és van, akik úgy gondolják, hogy egy idegen hatalommal közösen kell a magyaroknak az életét megszervezni. Én azt gondolom, hogy mindig akkor volt Magyarország sikeres, amikor mi magyarok saját magunk döntöttük el a sorsunkat. A megemlékezés lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúzták meg a Hősök terén álló emlékművet.